ez az az időszak, amikor, amikor azt mondja, hogy forró, amikor csak ez érdekli, hogy nekem csak Yahoo, meg a Tora, meg ez az út, nekem ez a mindenem, meg az ő szava, meg örökké, meg stb. 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 És aztán idővel, ahogy elkezdődnek a nehézségek az életben, meg a lemondások, akár emberek, akár a munka, szórakozás, a vágyai az embernek, a tervei, az álmai, amiket szeretne elérni, akkor ez a nagy hév, meg ez a nagy tűz, ez így szembesül ezzel az ellenállással, és aztán annyira már nem is nagy ez a hév. És egy idő után szépen lassan az a tűz, ami égett az emberben, az, az már csak egy ilyen apró láng, és aztán csak parázs, és szépen lassan kihűl az egész. Ezért mondja azt, hogy mivel lágy meleg vagy, sem hideg, sem hív, kivetlek ezért téged a számba. Valamikor azt mondja, hogy inkább lennél hideg, de nem, hanem kihűl. Én szerintem az egyik dolog, ami történik, az, az a társaság átragad az emberre, az a társaság, amiben, amiben él, meg az a közök, amiben van. Én ezért mondom mindenkinek, amikor felmerül a család, meg a barátok, meg ezek a dolgok, hogy nekik mindegy, hogy mi az, amit csinálunk. Nekik mindegy, hogy most vasárnap van a szombat, vagy a karácsonykor nem eszünk ezt, vagy nem eszed disznót, vagy fatányérből leszel, vagy nekik ez csak egy hóbort, ők bármit megtehetnek gyakorlatilag, akármihez tudnak alkalmazkodni, abban a felfogásban és filozófiában, amiben élnek, abban minden helyén való. Mi vagyunk azok, akiknek ez nem így van. Mi vagyunk azok, akik nem alkalmazkodhatunk ahhoz, az életformához, ahhoz a szokásokhoz, amiket ők képviselnek. De amikor együtt vagyunk velük, akkor kénytelenek vagyunk alkalmazkodni ehhez valamilyen szinten. Olyasmi ez, mint ahogy egy mágnes működik, szerintem úgy működik a ruach. Legalábbis én ezt vettem észre. Sokszor együtt vagyok valakivel, és akkor ezt mindenki tapasztalta. Úgy tűnik, hogy vágja ez az, az ember. Addig magyarázzuk neki, hogy úgy állunk föl, hogy megértette, hogy érti, hogy is lehet ez, hogy érti. Aztán mikor legközelebb találkozunk vele, ugyanott kezdjük, mint ahol az előbb kezdtük, mintha az egész meg se történt volna. Azt hittük, hogy valami átragadt rólunk rá, de közben meg végül is mégse semmi. A probléma az, mikor ez fordítva megtörténik. Az ember látja azt az idézőjebetett szabadságot, hogy nekik mindent lehet. És akkor úgy tudod alatt eljátszik a gondolattal, hogy milyen nagyszerű az, hogy nem kell ezt a sok mindent figyelembe venni, mikor meghozok egy döntést, vagy az életemet, ahogy igazgatom. Átragad az ember elmébe. Azt mondja persze, hogy nem, engem ez nem tud befolyásolni. De kézelje el, valaki azt, hogy együtt él ezekkel az emberekkel. Egy légtérben folyamatosan együtt van. Az lehetetlen hogy nem ragad át rá valami, ahogyan ők is megtanulnak persze tőlünk nagyszerű dolgokat. De szerintem mindenki, aki eljutott idáig, az szembesült azzal, hogy mikor megértette ezt a dolgot, bekövetkezett akkor egy olyan időszak az életében, hogy csak erre tudott fókuszálni valami folytán. Valahogy elválasztódott a világtól. is a legtöbb ember ezzel így van. Elvált, meghalt itt dolgozott, ott dolgozott, börtönbe volt, akárhol volt. Egyedül volt az atyával, meg az ő szavával, meg ezzel az igazsággal, és volt rá lehetőség, hogy kikutassa. Ugyanúgy, ahogy elválasztotta az ő népét, Egyiptomtól úgy, hogy elválasztott minket. Ha visszafele megyünk, minél több időt töltünk ezekkel az emberekkel, vagy ebben a közegben, annál inkább hasonlatosak leszünk hozzájuk. Ezért mondta azt nekik, hogy különüljetek el ezektől az emberektől. Ne is én is a tisztátalat, hogy mi köze van nekik, hozzá, ahhoz a csoporthoz. Ő tisztában van ezzel, hogy ez így van, és figyelmeztet erre minket újra és újra. Én nem azt mondom, hogy felejtsük el őket, vagy hagyjuk magukra őket, hanem azt mondom, hogy senki nem úgy kezdi az életét, hogy ő alkoholista akar lenni. De legalábbis én nem ismerek olyat, akivel én is felnőttem volna, aki aztán az lett, aki úgy indult neki ott, amikor elkezdtük ezt az egész életformát, hogy én ez akarok lenni a végén, mint ami volt ez, vagy az, vagy az a harmadik, vagy én börtönbe akarok emiatt kerülni, vagy én, én kábítószerfüggő akarok lenni. De egyetlen ember se úgy mennek ennek akkor. Sőt, mindenki úgy volt vele, hogy majd én ezt abba vagyom, amikor akarom, csak most egyszerűen elszórakozunk itt. Aztán elröppent két évtized, és még mindig ugyanaz volt a szórakozás, ami a kezdetén. Csak közben addigra ez már része lett az ember életének, plusz az egész embernek. Már ez, ez lettünk mi. Az a verziója annak, ami elkezdtük egy ilyen másfajta... Ez a szokás, ez beleívódik az embernek az elméjébe, meg az egész egyéniségébe, meg karakterébe. Szóval minél több időt töltök ezekkel az emberekkel, annál hasonlatosabb leszek hozzájuk. Meg ők hozzám nekik nagyon jó, hogy hasonlatosabbak lesznek hozzánk, hiszen az azt jelenti, hogy ők fejlődnek, hogy ők javulnak, hogy esetleg közelítenek a helyes úthoz. Nekünk meg nagyon rossz, hogy hasonlatosak leszünk hozzá, mert mi megyünk visszafele oda, ahol voltunk. Plusz nem fognak hagyni minket kijönni majd ebből a dobozból. Ez az, amire fel akarta hívni Forrest Gump a figyelmünket, hogy az, aki rájön az igazságra, és járná ezt az utat, jahova útját, azt a többi majd vissza fogja húzni oda, ahonnan kiindult. Persze ő más allegóriát használt, ő ezt arra használta fel, hogy azt mondja, hogy az életben előre jutni, meg, meg sikereket elérni, meg stb. De mi tudjuk nagyon jó, hogy ahon mit üzent nekünk, azt üzente nekünk, hogy mikor rájössz az igazságra, próbálsz kimászni ebből a gödörből, akkor fognak érkezni az emberek, hogy húznak majd téged vissza, hogy ott legyél, ahol ők vannak, annak ellenére, hogy ők onnan attól még nem fognak tudni kijönni, hogy téged visszahúznak oda, de legalább te se jutsz ki onnan. Ezért mondják azt, hogy a nyomorúság meg a keserűség szereti a társaságot. Mindenki szereti azt, ha együtt isznak vele. Mert akkor így mindenki azon a szinten van, legalábbis aki, aki iszik, az ismeri ezt az érzést, mikor állandóan arról van szó, hogy így áll meg, így meg csak így meg, csináljuk ezt, meg csináljuk azt. Nem azért akarják, hogy neked jól legyen, hogy te jól érezd magad, hanem azért akarják, hogy te is azt az ökörséget csinál, amit ők, hogy ők jól érezzék, hogy mindenki ezt csinálja. És nem tudod nekik elmagyarázni, hogy én, én tíz éve nem ittam, hogy én ezt abba hagytam, hogy sose iszok veletek, hogy minek csak azért is mondják, mert akkor érzik jó magukat, ha olyanok vagy, mint ők. Ezért mondják azt, hogy miért nem eszed disznót, hogy mit számít, hogy már minden nap az, hogy a karály, hogy ez belefér, hogy ezt mi azért csináljuk, hogy. Azt mondta, hogy a világ utálja a világosságot, mert akkor így, így előkerül az, hogy őnek milyen a cselekedetei. Szóval persze, hogy utálják látni azt, hogy valaki így öltözik, valaki így eszik, valaki megtartja ezeket az ünnepeket. Nem azért utálják, mert ők nem csinálják, hanem mert ez megmutatja nekik, hogy ez lehetséges csinálni. Hogy ez egy nagyszerű élet belül az, amiről ír Saul, hogy bizonyságot tesz arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, meg egymás kölcsönösen vádolják vagy mentegetik, ezt nekik ott ez vádolja őket ez a dolog belül. Az, hogy látják, hogy valaki ezt csinálja, ők meg nem. Úgyhogy így jobb, hogyha valaki együtt iszik velük, mert akkor legalább látja, hogy ja, ez is azt csinálja, amit én akkor te is eszel, tudod, akkor te is így, te is úgy. Nem, hát akkor mindegy. Úgyhogy ezért mondom azt, hogy természetes amikor lehet, megteszem, amit csak tudok. Együtt töltök annyi időt, amit éppen szükségesen találok. De eszembe se jutna, hogy én huzamosabb ideig magamat összezárjam ezekkel az emberekkel. Semmilyen körülmények között nem. Mert tudom, hogy két-három nap az mennyi tesz annak érdekében, hogy az ember hozzászokjon valamihez. De tudom, hogy ha fölkelek ma hajnalba háromkor, és olvasok egy órát, akkor holnap már megint fel fogok kelni hajnal háromkor, és olvasni fogok egy órát. És nem leszek fáradt én nap közben, hanem utána megint és, megint, és megint, és megint, és utána azon kell majd küzdenem, hogy azt az órát valahogy ki tudjam mondani menni, hogy végig aludjak egy éjszakát mert hozzászokik az ember bármihez. Ez egy fiziológiás jelenség, így van kitalálva az ember. Egyszerűbb csinálni azt, amihez hozzá van szokva, mert az a legkevesebb energiát igényli. Ez egy bonyolult történet, de ezért működik az edzés. Valaki csinál valamit, a szervezet azon gondolkodik, hogy jó, akkor ezek szerint ez ezt fogja csinálni mostantól a jövőben, szóval találjunk ki valamit, hogy ezt a lehető legegyszerűbben, a lehető legkevesebb energiával meg lehessen csinálni, mikor legközelebb csinál elkezdi felépíteni ezt az új rendszert, ami alkalmazkodik az edzéshez. Aztán csinálom újra és újra és újra, és akkor meg van nyugodva, hogy jó van, akkor ezt csináljuk mostantól ez a rendszer, szóval minden, amit eddig felépítettünk, az azt a célt szolgálja, hogy a lehető legkényelmesebben azt meg lehessen oldani. Így ez az edzésnek az alapelve. Ezért van az, hogy folyamatosan növelni kell az edzés intenzitását valamilyen faktornak a módosításával, hogy rákényszerítsük a szervezetet, hogy újabb adalékokat hozzon létre. De ha mindig ugyanazt csinálom, akkor egyszerűen csak hozzá szokik. És rájön és kidolgoz módszereket arra, hogy kevesebb és kevesebb energiát használjon föl a terhelésnek az elvégzéséhez, így találta ki Jahua. Ez így van ezzel az úttal is. Hozzá szokik az ember ahhoz, amit csinál, és kényelmes lesz abban, amit csinál ó, ezt teszem, én így öltözök, én így élek, én megcsinálom ezeket az ünnepeket, én jó vagyok, szóval én ezt csinálom az örökké valóságig, és kész. Elfelejtvén azt, hogy a fejlődéshez egyre több terhelés szükséges. Szóval hozzászokunk ahhoz, amilyen a környezetünk, hogy a legegyszerűbb legyen velük ellenni ha együtt élek ezekkel az emberekkel, akkor állandóan rá vagyok kényszerülve arra, hogy hallgassam, amit mondanak, hogy alkalmazkodjak az életformájukhoz, stb. stb. Úgyhogy mindenkinek arra kéne törekedni, hogy a lehető leghamarabb megszabaduljon ezektől, amennyiben és amennyire csak lehetséges ez. De semmiképpen nem extra terheket még magára venni azzal, hogy, hogy ilyen plusz embereket édesget bele ebbe az egész életbe inkább úgy fogalmaznék, mert az károsan fog hatni az előre menetelre. Zászok én csak annyit, hogy nem azt javaslom, hogy hagyjunk el mindenkit, és forduljon el az ember mindenkitől, mert én magam sem ezt csinálom. De én tisztában vagyok azzal, hogy minden egyes másodperc, amit az ember eltölt a kocsmában, az közelebb viszi ahhoz, hogy egy nap jól érezze magát ott. És én már nem akarok oda visszajutni, és szerintem ez veszélyes mindenki számára. Elsősorban mindenki saját magát kell majd a végén, hogy meg, meg tudja menteni, hogy egy olyan életformát folytatni, ami a végén biztosítja azt, hogy mi a jó oldalunk fogunk állni. Minden más, és mindenki más az ezután következik.